30%-kal többet kell fizetni az állattápért az utóbbi időben, ez pedig az egyéb áremelkedések mellett sok embernek már kimeríti a pénztárcáját, ezért inkább megszabadulnak kedvenceiktől. A jobbik eset, ha visszavizik azokat az állatmenhelyre, de vannak, akik csak szélne keresztik őket. A Misina Természet és Állatvédő Egyesülethez az utóbbi időben egyre több kutyát, egyéb állatot visznek vagy fognak be. Hát kétféle problémával találkozok mostanában, az egyik az elhelyezés pedig gondok, ez ugye összefügg egy kicsit a hőséggel, meg az időjárással. Ami talán még intenzívebben jelentkezik, az pedig a gazdasági helyzet. Tehát sokan hivatkoznak arra, hogy vagy külföldre költöznek, és azért kell visszahozni, vagy behozni az állatot, vagy pedig egyszer nem tudják eltartani. Olyan mértékben megnövekedtek az állattartás költségei, amelyet egyre nagyobb terhet ró most már az állattartóra is, megjegyzem az állatvédő szervezetekre is. Az állatok etetésén kívül problémát jelent az egészségügyi beavatkozások finanszírozása is, mint például az állatok alapimmunizálása, oltása, ivartalanítása, féreghajtása is, hiszen ez is többe kerül napjainkra. Mindebben a gazdasági tényezők jelentősen közrejátszanak. A szervezet rezsiköltsége is megemelkedett, nem tartoznak a kedvezményezettek közé. Harcukat nem adják fel. Épp a minap voltunk egy megbeszélésen, ahol ezt tettük volna, és kértük, határozottan kértük az állatvédő szervezetek nevébe a döntéshozókat, illetve a minisztériumok képviselőit is, hogy ki kell dolgozni egy cselekvési tervet, és ki kell dolgozni egy olyan beavatkozási tervet az állatvédelemre, ami lehetővé teszi azt, hogy ne omoljon össze ez a rendszer. A Misina Természet és Állatvédő Egyesület továbbra is kéri, várja a cégek, magánszemélyek támogatását, akár élelmiszer, állateledel formájában is. Már most a télre gondolván takarók, főleg pokrócok, plédek szükségesek. Paplant, szivacstakarót nem kérnek, azt az állatok könnyen szétszedik.